A Szekszárdi Bakka István Általános Iskola diákjai emlékműsorral készültek a 13 aradi vértanú 170 évvel ezelőtti kivégzésére. A Béla Király téren található 1848-as emlékműnél több százan gyűltek össze, hogy emlékezzenek a szabadságharc leverését követő megtorlások hősi áldozataira. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a megemlékezés után azt mondta, az aradi vértanúk élete és halála példaként szolgálhat a mai fiatalok számára, hiszen a velük történtek megmutatták, hogy minden helyzetből fel tud állni a nemzet. A mai fiataloknak azt tudjuk ezzel a kis megemlékezéssel üzenni, hogy a magyar történelemnek voltak dicsőséges és szomorú pillanatai is, de egy biztos, a magyar nemzet mindig fel tudott állni. Ács Rezső arról is beszélt, hogy az ország sorsa ugyanúgy, mint a történelem nehéz időszakaiban minden esetben, most is a fiatalok kezében van, hiszen az ő döntéseik határozzák meg a jövőt. A nehézségeket le kell küzdeni, meg kell oldani a problémákat, és hogyha ezeket kezelni tudjuk és meg tudjuk oldani, akkor van jövője a városnak, van jövője a közösségeknek, ebben viszont a fiataloknak van és lesz is mindig teendőjük. A Szekszárdon megtartott megemlékezés az 1848-as emlékmű megkoszorúzásával ért véget. A szobor előtt a város vezetőin kívül a helyi közigazgatási intézmények, iskolák, civil szervezetek és a politikai pártok képviselői rótták le tiszteletüket.